Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. Ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek. De aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar. Kedves ifjú pár, kedves Fanni, kedves Dávid, jó megtapasztalni, hogy számíthattok egymásra. Támogatjátok, segítitek egymást. Dolgozni kell azon, hogy ne hidegüljön meg, ne hidegedjetek el egymástól. És ahogyan a tábortűznél rendszeresen kell egy-egy hasább fát rátenni, hogy égjen, ugyanúgy a szeretet kapcsolatát is folyamatosan táplálnotok kell. Egymásért, önmagatokért, azért a küldetésért, amiért titeket Isten egyé teremtett. Erőlködhet két ember. Küzdhet köröm szakadtig, és hogy már csak azért is együtt maradunk, de viszonylag hamar kimegy az erejük, hogyha az a harmadik fonál kettejük között nem az az Isten, akinek van arra hatalma, hogy megújítson benneteket, hogy a ti kettőtök kapcsolata is hosszú távon erős és maradandó lehessen. Én Számai Fanni, esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök Isten, hogy Számai Fanni, hogy Halász Dávidot, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem, szeretetből veszem előtt, Isten törvénye szerint feleségül, hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek. És őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldogtalan állapotában, hitetlenül el nem vagyom, hanem teljes életemben, hűséges segítő társa leszek. Isten engem úgy segítsen. Amen. Ahogyan egymáshoz közeledtek, Istenhez is közeledtek, és hogyha távolodtok Istentől, egymástól is távolodtok. A hármas fonál nem szakad el egyhamar. Ezt véssétek föl szívetek hústáblájára, és legyen a harmadik fonál a benneteket egyé teremtő Isten. Így legyen. Amen.